Szeretettel köszöntelek ismét benneteket. Most ez alkalommal a négy római századosról szeretnék egy pár gondolatot megosztani, és akkor erről beszélünk. Felolvasom a különböző helyekről az igét. Tehát az első, amit olvasok, a Máté evangéliumában található, a 8. rész, 5. és következőben, az első százados, a kapernaumi százados. Amikor Jézus Kapernaumba érkezett, oda ment hozzá egy százados, és kérte: Uram, a szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyű kínjai vannak. Jézus így szólt hozzá: elmegyek, és meggyógyítom. De a százados ezt felelte rá: Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám. A másik százados, amikor pedig a százados és akik vele őrizték Jézust látták a földrengést és a történteket, nagyon megrendültek, és így szóltak: bizony Isten fia volt ez. Máté 27:54. A harmadik százados, ezek mind római századosok, élt Cézareában egy Cornélius nevű férfi, az úgynevezett itáliai csapat századosa. Olvasom tovább. Egész háza népével együtt kegyes és istenfélő ember volt, aki sok alamizsnát osztogatott a népnek, és szüntelenül könyörgött Istennek. Az apostolok cselekedetei 10. részéből olvastam az első-második verszakot, még itt a többit is hozzá lehetne olvasni. A 4. százados pedig így hívták, hogy Julius. Hogyan? Julius. Gyula százados. Mert Julius az a Gyulát jelenti latinul, Gyula. Tehát a Gyula százados, de a százados meg akarta menteni Pált, visszatartotta őket elhatározásuktól, és megparancsolta, hogy akik úszni tudnak, azok ugorjanak először a tengerbe, és meneküljenek a szárazföldre. Apostolok cselekedete 27:43. Persze egy százados elég volna, hogy beszéljünk róla, de úgy gondoltam, hogy érdemes összehasonlítani, és elősorakoztatni azt, hogy a rómaiak, akik mint elnyomó, megszálló nép katonaság volt ott, hogy megérintette őt az, ami a Szentföldön volt. Az elnyomott népet lehet, hogy a többség lenézte, megvetette, de volt, akiknek a szemük megnyílt. A kapernaumi századosról annyit tudhatunk, hogy ő nagyon szerette Isten népét, még zsinagógát is építetett nekik, és nagyon jólelkű ember volt. Jellemző volt rá az alázat, szeretett volna Jézussal találkozni,
Lukács evangélista még inkább részletezi, hogy annyira nem tartotta magát méltónak a kapernaumi százados, hogy embereket küldött maga előtt, hogy szóljanak Jézusnak, mert ő nem méltó arra, hogy az Úrral találkozzon, és hogy ez az alázat ott volt benne, nem éreztette azt, hogy ő római, hogy ő százados, hanem hát megmaradt egy ilyen alázatos szinten. Jellemző volt rá az is, hogy ahogy már tegnap kezdtük mondani, hogy van egoista és altruista ember, hát ő altruista ember volt, mert hát a szívén viselte a szolgájának a sorsát. Tehát minden áron szerette volna, hogyha ez a hűséges szolga, aki szintén a hazáját maga mögött hagyva idegen földön szolgált vele együtt, hogy meggyógyul. És hallott ez a százados arról, hogy Jézus milyen hatalommal és erővel működik Isten népe körében, és így próbált az Úrhoz közeledni. Az alázatán túl és az altruista gondolkodásán és cselekedetein túl jellemző volt, hogy hite volt. Kevés embert dicsért meg Jézus a hite alapján, vagy a hitéért, de őt megdicsérte, hogy még Izraelben sincs az embereknek ilyen hite, mint ennek a római századosnak. A hit az sokra képes. A hit az mindig az Úr jelenlétébe tart bennünket. A hit egy lehetőséget ad arra nekünk, hogy keressük az Urat, hogy vágyakozzunk utána. Péter apostol is foglalkozik a hitnek a kérdésével, írta a hívő testvéreknek, hogy nem láttátok, és mégis hisztek benne, hogy nem találkoztatok vele, mármint Jézussal, és mégis szeretetitek őt. Tehát ez a hit, ez képes valóban hegyeket mozgatni, és a hit az nem bizonytalan, nem tartja bizonytalanságban az embert. A szolgáló hit pedig erő megnyilvánulásokban áll. A gyakorlati hit, hogy egymásért teszünk jó dolgokat, és hát ez egy nagyon nagy dolog, hogyha nekünk ilyen hitünk van. A másik százados, hagyom a gondolataitokat, hogy majd kifejtsétek, ez a kivégzést levezető százados volt. Poncius Pilátus megbízott egy római századost, aki szépen fölült a ló hátára, és nem gyalog ballagott ki a Golgotára, és vitte a katonáit, hogy levezesse a kivégzést. Ugye voltak kóhérok is, akik ezt végezték, és hogy a százados már ott volt akkor is, amikor a Krisztust megostorozták, és hát ő parancsolt, hogy eddig elég, mert tudta azt, hogy ha nagyon megkorbácsoltatják a halálra ítéltet, akkor ott fog meghalni a korbácsütések alatt. És Jézusnak is az emberi teste, fizikuma nem volt erős, és hogy,
hogy bár nagyon nagy és sok ütést kapott, mégis hát az Úrnak az volt a célja, hogy ő a kereszten halljon meg, a megváltás kereszten történjen. Tehát ő ott a lóháton osztogatta a parancsokat, ült, szembesült Jézussal, látta, hogy János ott áll a keresztfa alatt, hogy Mária sír, és hogy érezte azt, hogy ott a Jézus keresztjéről valami csodálatos békesség árad. Lehet, hogy ez a százados már sok kivégzést levezetett, de ez megdöbbentette, hogy ez más volt. Ilyen kivégzést nem látott, hogy valaki imádkozik, hogy valaki áldást mond az ellenségeire, és hogy ami szentséget látott Jézus Krisztusban, hogy ő benne is valami történt, hitre jutott. Ez egy nagy dolog, hitre jutás. Sokan ugye azt gondolják, hogy a megtérés az egy olyan dolog, hogy egy ceremónián kell átesni, elmondani 15 bűnt, egyet imádkozni, megnyugodni, és elmondani, hogy hát az Úr megbocsátott, amen, most már jöhet a holnap. A megtérés azzal kezdődik, hogy hitre jut a százados. Ez ugye a görögbe aurisztosszal fejezik ki ezt a pillanatot, tehát más, hogy hinni tartósan, és más az, hogy hitre jutott, és ekkor ezt ki tudta mondani, hogy bizony ez Isten fia volt. Nem ez az ő véleménye volt, nem ez, nem egy vélemény volt, hogy hát valószínű, hogy ez Isten fia volt, hanem hitre jutott a százados. Már a másik százados is megtér. Később a római birodalomban is tértek meg római katonák. Szóval, amíg a kereszténység élt, addig voltak megtérések a világi emberek között. Ahogy a kereszténység ellaposodik, tehát a belgiumi példa, a templomokat eladják és hotelt csinálnak belőle, hát e felé tartunk. Vagy élünk, vagy pedig egy ilyen alvó vallásos emberek leszünk. A következő százados, hát ez már fölülmúlja a többit is, Cornelius, ő Cézáreában volt, ugye? Cornelius egy imádkozó ember volt, biztos, hogy látta, hogy a zsidók imádkoznak, őt is megragadta a zsidó népnek az imádsága és Isten keresése, és biztos, hogy Cornelius kiábrándult azokból az utcasarki bálvány istenekből, akik hát ugye csak mitológiai elemek voltak, és hogy őt is megérintette az Úr igéje, és hogy ő már imádkozott, bőjtölt, és hogy az Úr egy hatalmas látomást adott neki, hogy egy angyallal beszél, és hát elmondja, hogy mit kell tennie. És Cornelius házába történt, ez volt az első eset, amikor a pogányokra leszállt a Szentlélek. A pogányokra. Cornelius is hitre jutott,
hallgatta Péter apostol prédikációját. Mint zsidó ember küszködött magával, hogy ő nem megy be a Kornélius házába, ő nem megy. De az Úr meggyőzte Péter apostolt, és amikor Péter szabad szívvel belépett a pogányok házába, és nem mondta azt, hogy jaj, a poca hozzáért a kenyérhez, és ezért tisztátalan, itt nem eszek meg, meg hát én hozzászoktam a pulykahúshoz, és itt körömpörköltet adnak nekem, hát hogy? Megnyílt a Péter szíve, és amikor Péter prédikált, akkor ugye az igét a Szentlélek áthatotta, ahogy olvassuk is, hogy megerősítette Isten, vagyis a feltámadott Krisztus az igét jelekkel. És akkor ez történt, hogy Kornélius házában és a Szentlélek munkálkodott, a prédikáció alatt hitre jutottak az emberek, megismerték a Krisztust, és beteltek azonnal Szentlélekkel. Ez a nagy dolog, hogy eljön a pünkösd, és ahol megtérés van, ott kell, hogy legyen pünkösd is. Szentlélekkel való beteljesedés. És ez abban nyilvánult meg, hogy egy hatalmas erővel leszállt a Szentlélek, és lélek által imádkoztak, nyelveken imádkoztak, és ez egy hatalmas közösség volt a számukra. És a negyedik római százados, hát ez a Gyula százados volt, ennek a Julius római századosnak az volt a feladata, hogy Rómába szállítsa azokat a rabszolgákat és foglyokat, akik izmosak voltak, jó termetűek voltak, erősek voltak, akik alkalmasak voltak a gladiátori játékra. Akik aztán persze ott meghaltak és tönkre mentek, megölték egymást, ugye. És hogy hát ebből is egy üzlet volt, Néró császárt kellett szórakoztatni, és hát kellettek az emberek, az erős emberek, minél érdekesebb, minél izmosabb ember kellett, hogy ott ugye a császár lássa, hogy hát nem csak ilyen vézna emberek küzdenek egymással, hanem erős emberek küzdenek, és akkor ugye mutatta, hogy életben marad, vagy meghal, hogy halljon meg, és hát sok ember így meghalt, és kellett az utánpótlás. És a Julius római százados ezzel volt megbízva, hogy foglyokat, rabszolgákat, fizikailag jó állapotban lévő embereket vigye Rómába, a cirkuszjátékokra, meg egyéb dolgokra. És hogy hát Pál is ott volt, ugye, a foglyok között, azok között, akiket majd a gladiátor feladatra fognak beállítani, és hát majd Néró császár előtt szórakoztatják az embereket. És egy olyan helyzet alakult ki, amikor Pált és a 200-valahány embert vitték Rómába. Nagy vihar keletkezett, és a hajós legények valahogy meg akartak szökni a hajóról, és Pál ezt észrevette, és szólt a századosnak, hogy ha nem lépsz közbe, mindnyájan elveszünk. A százados hallgatott Pálra, és ez jellemző volt rá, hogy hallgatott Pálra. A másik dolog pedig, hogy
hogy amikor aztán nagyon kritikus helyzet volt, akkor valaki ezt tanácsolta, hogy öljék le az összes embert, a foglyokat. Mert féltek, hogy nem tudnak elszámolni majd Néró császár előtt az emberekkel. És akkor a századosban volt emberség, és Pál életét látva megkímélte az emberek életét. Nem akarta, hogy Pált is megöljék. Emberség volt benne. És bizonyára, hogy hát volt benne hit is, mert hát ugye ez a százados is kijutott oda Málta szigetre, és ott sok csodás dolgot látott. Ő is ott állt a tűz körül lévő emberek között. Ő is látta azt, mikor Pál apostol kezére ragadt a vipera, és mindenki várta, hogy meghal Pál, és utána látták, hogy nem történt meg, és akkor Istenként kezdték tisztelni. És hogy egy százados, aki nem akarja megölni a keresztény embert, és hogy Isten eszközeivé válik, és hogy hát ő is a hitembere volt. Tehát 4 századosról beszéltem most itt nektek, érdemes ezeken elgondolkozni. Tudom, hogyha most a szerepekről beszélnék, hogy Gyula a Július százados helyettesítené be magát. Nem tudom, Ági, melyik százados? Hát én mindenképpen a helyi, aki nem engedte, hogy meghalljanak a foglyok, hanem parancsot adott ki, hogy aki tud úszni, az már is menjen, meneküljön meg. Aki nem tud úszni, az a hajónak a deszkáira kötözze rá magát, és hogy mindnyájan megmenekültek. Micsoda világos látás, micsoda ember szeretet volt. Ugye Pált akarta megmenteni, és Pál hűséges szolgálata nyomán ugye mindenki megmenekült, de nem csak a hajón lévők, mert ugye ha ismerjük a Cselekedetek könyvét, akkor ott az Úr azt ígérte, hogy senki se fog elvészni, csak a hajó. Ez be is következett, de hogy ebbe egy százados az eszköz, és én nagyon sokszor átéltem azt, hogy vannak emberek, akik még nem Isten gyermekei, és eszközei arra, hogy mindenki megmeneküljön. Tehát az Úr fölhasznál embereket, akik megértik, hogy miről van szó, és ez a százados, aki Pál életét akarva megmenteni, megmentett mindenkit, az evangéliumnak a képe tűnik elénk, hogy Jézus is mindenkiért meghalt a kereszten, kivétel nélkül azokért is, akik nem tudnak úszni, azokért is, akik ugye a legbűnösebbek, mert a bűnösekért jött az Úr, és hogy ez a lelkületet az Úr megáldotta. Mert hogy amit ő látott, hogy a kígyó leesett, amit Sándor bácsi mondott, ugye Pál apostol kezéről, hogy meggyógyultak a pogányok, és hogy Máltán ma komoly kereszténység van, az annak köszönhető, hogy mindenki a foglyok közül partra ért, és hogy nem közönséges jót cselekedtek, a hitetlen Máltaiak is, a pogányok. Úgyhogy nagyon szép dolog, hogy a missziót látjuk itt, aztán az Isten szent lelke munkálkodott, nem csak a századosból lett komoly hívő ember, az Úr szolgálja, hanem egész Málta megismerhette a megváltó Jézus Krisztust. Hogy ez a százados, aki Jézushoz ment, nagyon olyan lelkület volt benne, amit Jézus elvárt volna a zsidóktól. És ez a lelkület miben is látszódott meg? Az egyik, hogy
hogy együtt érzett a szenvedővel. És ha mi Jézushoz tartozunk, akkor kell, hogy szívünk legyen, hogy együtt érezzünk a szenvedővel. Mit is mondott? Kérte az Urat, azt mondja, nagy kínokat szenved az én szolgám, aki guta ütött. Hát egy százados, aki kemény ember, nem kellett volna, hogy együtt érezzen, de megvolt ez a szeretet lelkülete. És fölteltem a kérdést magamnak, hogy vajon én együtt érzek-e a szenvedőkkel. Volt Cézárában egy Cornélius nevű férfi százados, hogy ez, hogy jámbor volt, hogy istenfélő volt, de nem csak ő, hanem az egész házanépe. Ugye, hogy ő hitt Izrael istenébe, mert a jámborság ezt a vallásosságot jelenti, gondolom, az egész házanépe hitbe élt. Nyilván, mert ő maga is abban az igazságban élt, ami az ószövetségi igazság volt Isten félelembe, és ennek mik voltak a jelei? Egyrészt, hogy a családja is ebben az Isten félelembe ért, a másik pedig, hogy alamistát osztogatott a szegényeknek, ezt olvassuk a népnek. És ha én az Úr félelmébe vagyok, és ez valódi, akkor a szegényekkel együtt tudok érezni, és tudok adni.